Sziasztok! Maronics Anna vagyok, a tündérpajta.kultúra.hu főszerkesztője, és ma egy olyan beszélgetést szeretnék itt moderálni, amiben a lehető legtöbbet tudunk elmondani első kézből, a pajta gazdák szemével erről a pajta évről. Kezdjük is el azzal, hogy nézzünk meg egy filmet, ami Panyolán készült, és Tarján Veronikát hívom közben, a panyolai pajta pajtagazdáját, hogy jöjjön ki ide hozzám a színpadra, és meséljen egy kicsit a panyolai pajtáról. Ez egy 500 fős kis falu, és én nem panyolai vagyok, én budapesti vagyok, egy budapesti énekesnő, a Veronaki zenekar énekesnője, aki amellett, hogy énekesnő és drámapedagógus, amellett szeret nagyon izgalmas dolgokat megálmodni, és egy nagyon kedves barátom, zenész barátom mesélt nekem Panyoláról. Úgy mesélt róla, hogy valahogy nagyon azt éreztem, hogy ez egy varázslatos hely, és el kell ide jönnöm. És amikor itt voltunk, megálmodtam ide a pajtát, és nem is akármilyen pajtát, hanem, mint ahogy látjátok is, ez egy gyerekpajta. Kifejezett célom volt az, hogy legyen egy olyan pajta a pajta hálózaton belül, ami kifejezetten arról szól, hogy gyerekeknek nyújt minőségi zenei, mesei, művészi, képzőművészeti, népművészeti foglalkozásokat. És akkor folytassuk is itt személyesen. Vera, milyen az a minőségi gyerekprogram, és milyen az a nem minőségi? Neked is vannak gyerekeid. Voltál sok ilyen nem minőségin, ami így arra motivált, hogy csinálj valami egészen mást ebben a gyerekpajtában? Először is üdvözlök mindenkit. Sziasztok! És hát a gyerekeimmel szerencsére szerintem elkerülöm, vagyis próbálom elkerülni, nyilván belefutunk. Pont ezért látom veszélyt, amit látok a gyerekeimen, hogy a könnyen fogyasztható gumicukrot, azt nagyon szívesen eszik a gyerekek egymás után, és nagyon egyszerű is odaadni nekik, és nagyon olcsó, és nagyon feldobja őket egy ideig, de aztán a hosszú távú hatását azt nem kell bemutatnom. És ezt gondolom a gyerekprogramokról is, hogy valahogy a gyerekprogramoknak van egy ilyen szemlélete az alkotók körében, hogy azt olyan, hogy nem kell annyit tudni hozzá, hogy elég, ha egy kicsit gitározom, vagy elég, ha aranyosan tudok hozzájuk beszélni, vagy elég, ha elmondok egy mesét. És ha az nem elég, akkor végül is gumiból fölállítok egy várat, és akkor addig ott ugrálnak, és akkor nekem úgyse kell annyira odaraknom magam, mert akkor az elég lesz. És ehhez képest a pajtában ti mit tudtok adni a gyerekeknek? Én egy picit ilyen varázslós, zsákba macskás játékot játszom. Azt mondom, hogy van egy minőségi gyerekprogramunk, a szülők oda jönnek a gyerekekkel, és a szülők is felemelkednek, és beszállnak dobolni, és felállnak táncolni, és elkezdenek jó muzsikusokat hallgatni. Azzal hozom oda a családokat, hogy hozd oda a gyermeked, játszunk együtt, meséljünk együtt, muzsikáljunk együtt, és így belecsöppen egy nagyon minőségi program folyamba. És mitől fogadtak el téged Panyolán? Mitől múlt el az az érzés, hogy na, itt van a pesti művésznő, aki így megálmodott ide a faluba valamit? Mitől lettél te panyolai? Még nem vagyok. De igyekszem. Több szempont van szerintem, ami miatt ez tudott teljesülni. Ahogy mondtam a riportfilmben is, ez egy véletlen kapcsán adódott, hogy Panyolára esett a választás. Én nem panyolai vagyok, egyébként nem is budapesti, teljesen máshol születtem, Panyolától nagyon távol. És én felhívtam a polgármestert, kikerestem a telefonszámot az interneten, és felhívtam, és elmondtam, hogy én ki vagyok, és miben gondolkozom. És szerintem itt jönnek be az emberi emóciók, és azok a dolgok szerintem, amik a leginkább értékesek egyébként, és amitől működik a világ, az egyéni emberi történetek, a véletlen találkozások és a kapcsolódások egymáshoz. Mi a Zolival nagyon megtaláltuk a hangot. Muhari Zoltán egyébként Panyola polgármestere, ő egy budapesti ember, a feleségével úgy döntöttek, hogy elegük van Budapestről, és lemennek Panyolára, és ő ott lett a polgármester, és ebben hisznek, és tehát, hogy kvázi tükörképét mutat,
megadta annak, amit én megálmodtam, ezáltal öröktön nem utasított el, hiszen ő is egy ember, aki kívülről érkezett, és megálmodott valamit, és itt mondom azt, hogy ez a véletlen az emberi kapcsolatok, az, hogy őszintén kommunikáltunk egymással, hogy tényleg azt mondtam, amit szeretnénk, és ezt érezte rajtam, ezek mind. Aztán feljött hozzánk, meglátogatta a családunkat, jóba lettek a családjaink egymással, és amit látott szerintem, és ez mind polgármester és az emberi dolgokon túl, ez szerintem egy nagyon fontos pont, és azt gondolom a Pajta hálózatban is egy izgalmas pont, hogy én nem úgy gondolkoztam, hogy Panyolára viszem le a budapesti művészeket dolgozni iszonyú költséggel messziről, hanem én Zolival beszélgettem arról, hogy itt Panyolán milyen művészek dolgoznak, ki, milyen pedagógusok, kikkel lehet dolgozni. Tehát, hogy alapvetően én a szamosháti hagyományokra építettem, és az ottani művész emberekre, és kultúrában közreműködő emberekre építettem, és szerintem ezt így megérezte. Nyilván örült neki, hogyha a zenekarommal is lemegyek egyet muzsikálni, tehát hogy nem arról van szó, hogy én egyáltalán nem vettem ebbe részt, mint művész, hiszen én elsősorban művész vagyok, és nekem az nagyon fontos, hogy minél több helyen odaadhassam azt, amit mi alkotunk, tehát ez is megtörtént, de a programok 80%-ában panyolai és panyola környéki emberek dolgoztak, művészek dolgoztak, és az ő vidéküknek a hagyományaival foglalkoztunk, bár bekerült oda az afrikai dzsembe is, és bemutattunk más kultúrákat is egy programon belül. Ez nagyon fontos ilyen fókusza a munkámnak, hogy úgy tudod magadat megfogalmazni, ha megismered a körülötted lévőket, akár ilyen tágértelemben is, hogy Afrika, India, és sorolhatnám még. Tehát, hogy ezt is nagyon behelyeztük fókuszba, és értették, hogy erre miért van szükség, és nyitottak voltak rá, de a saját környezetüket is bemutattuk. Nénik finom fánkokat sütöttek farsankor. Ez nagyon jó, hogy mondod a fánkokat, mert a következő vendégünk Karancslapújtói Pajtából érkezik, Csata Aurélia. Aurélia, gyere nyugodtan ki, közben elindítjuk a filmet, ami rólatok szól. Nálatok például most volt a szezonzáró rendezvény, ahol zseniális kenyereket sütöttetek a kemencében, és ugye Karancslapújtő az azért érdekes a helyszínek sorában, mert itt egy egyesület, egy helyben már létező egyesület épült rá a Pajta, de nézzünk bele a filmbe. Karancslapújtőn vagyunk, Halószföld szívében. Ezt lehet mondani, ha bár a trianoni diktátum kettészakította a Palócföldet, de ez mégis a központja. Karancs egy lábánál, a Dobroda völgyében. Ez egy tájilag egységes völgynek mondható 8-9 településsel. Páratlan természeti környezet, azt gondolom. A kormányzat ezt az épületet egy régi családtól, itt élő családtól vásárolta meg, és újította föl. A lakóhelyi megőrzés szintjén felújítás történt. Új tető van rajta, belülről javították a mögötte levő pajták, illetve a kemence épület, még a pici épületek a mesterségek bemutatására, ezek újak. És akkor folytatnánk itt élőben Auréliával. Aurélia, nyugodtan kap fel ezt a mikrofont, légy szíves. Ugye nálatok volt először egy tündérkert, több mint 1200 fát hoztatok el a Gyulától, Porszombatról, igaz? Hogy lett ebből aztán Pajta? Az egyesületünk úgy gondolta, a tagok, hogy mi is létrehoztatnánk egy tündérkertet, és mivel nekünk jó kapcsolatunk van a Porszombati Kovács Gyulával, adódott egy olyan lehetőség, hogy ugye elmenjünk hozzá, és akkor hozzunk föl gyümölcsfa csemetéket, és adódott az is, hogy ugye ott Karancslapújtőn van ez a tájház, és sajnos ez kihasználhatatlan, és úgy gondoltuk, hogy odaültetünk el csemetéket az egyesülettel,
így ez okot is adott arra, hogy e köré szervezzünk programokat. És akkor így indult el ez az egész, hogy jött ugye ez a lehetőség, ez a pályázati lehetőség, amit megragadtunk, pályáztunk, nyertünk, és mi a gyümölcsfa csemeték köré építettük fel a programjainkat. Meg ugye a gyerekek köré, rengeteg gyerekprogramotok van. Miért fontos szerinted a gyerekprogram? Nekem is van 3 gyermekem, nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, vagy szeretjük a gyerekeket, és úgy gondoljuk, hogy a gyerekek azok olyanok, mint a csemeték. Elültetjük a csemetét, gondozzuk, ápoljuk őket, megnőnek, nagyra aztán teremnek, és a gyerekek is így vannak. Tehát, hogyha ők megkapják azokat az ingereket, amiket ugye a mai világban sajnos már nem nagyon kapnak meg, még falun sem, és mi ebben tudunk segíteni nekik, hogy minél több ilyen ingert adjunk nekik, egy kis szocializálódást adjunk, akkor talán másfelé fordulnak majd, fordul az útjuk. Nem akarják elhagyni karancslapújtőt, mert nálunk sajnos ez is nagyon ott van, hogy azok a gyerekek, akik tovább mennek tanulni, azok ott hagyják karancslapújtőt, Nógrád megyét. És ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy visszavezessük őket oda, ahova születtek. Ugye ti így a férjeddel szeretnétek ezt a régi, tradicionális paraszti életformát a 21. századi körülmények között is élhetővé tenni, és ezt bemutatni másoknak. Igen. Hogy marad időd a gyerekek mellett a pajta programokra is? Miközben ugye kaptam én tőled úgy levelet, hogy remélem ennyi elég a beszámolóból, mert mennünk kell fejni. Hogy fér ez bele 24 órába? Sokat kell aludni, vagy gyorsan kell aludni, és akkor hát mindent meg lehet oldani, meg is kell oldani, tehát hogyha ezt a szerepet mi felvállaljuk, akkor ezt meg kell tudni oldani. Korán kelünk, beosztjuk az időt, vannak tehát olyan dolgok, amik elsődleges dolgok, és az a szerencsénk, hogy a 3 gyermekünk, ugye ők már nagyok, és tőlük azért már van egy kis szabadságunk, meg nagyon-nagyon sokat segítenek, és így meg tudjuk oldani. Meg hát eleve én ilyen habitusú vagyok, aki nagyon szeret pörögni és csinálni, tenni, még akkor is, amikor nem kellene, és szerintem ezért tudom így összehozni. Meg hát a Jóisten ő segít mindig, én mindig kérem, hogy amikor van egy ilyen programunk is, pajta programunk, hogy az jó legyen, sikeres legyen, és akkor mindig megkapjuk azt az égi áldást, ami kell. Eddig még mindig. Hát így legyen akkor. Igen. A továbbiakban is, ezt kívánom. És folytatjuk, Mohácsi pajta, Barát Gábor érkezik mindjárt, nála is nagyon hangsúlyos a gyerekekkel való foglalkozás, és a gyerekprogramokban nagyon-nagyon sokat tud mutatni. Itt látható, ahogyan a pajta avató napján adott interjút, és kifejezetten az volt a fókuszban itt is, hogy a gyerekeknek milyen foglalkozásokat lehet tartani. Nézzünk bele a filmbe. A közösségépítés az nagyon fontos, a generációk közötti párbeszéd az nagyon fontos. A legkisebb korosztálytól, az óvodásoktól próbáljuk ezt a busó identitást átadni a fiataloknak. Én 15 évvel ezelőtt, akkor még élő, sokat idős bácsikkal készítettem riportot, és ők mondták el, hogy annó hogy élték meg ezt a népszokást. És nagyon érdekes történetek születtek. Például az egyik bácsi mesélte, hogy ő bizony befogott busói járáskor egy kecskefogatot. Tehát én is elgondolkoztam, hogy mi lenne ezt feleleveníteni is. Következő évben én is megcsináltam azt, amit ő. És igazából a tradíciót itt tudjuk legjobban megőrizni. Mesélj személyesen erről a pajta avatóról, légy szíves. Ugye ez a busójáráskor történt.
Így van, én Mohácsi Busó vagyok, mellette Busó állarcokat is készítek, népművészeti fiúmestere vagyok, és gyerekkorom óta ez a legnagyobb álmom, hogy én úgymond a rendezvénynek vissza tudjak valamit adni, úgymond. 10-15 évvel ezelőtt készítettem idősokat emberekkel riportok, akik elmesélték azt, hogy ők hogy élték meg ezt a népszokást. Sajnos már elhunytak, nincsenek köztünk, viszont ezt valahogy tovább kell adni a következő generációknak. Hol kezdjük? A legfiatalabbaknál. Tehát kialakítottunk egy bábszínházat, bábelőadást tartunk, ugye a történetet kicsit el kellett vinnünk egy sokkal finomabb dolog felé, mint ami a valóság. A valóságban ugye itt van egy szexuális tartalom a népszokásban, és gyakorlatilag egy mesét kellett kitanálnunk. És barátaimmal összejöttünk, egy-két föcs mellett, nagyon jó kis hangulat lett, és megtörtént a történet kitalálása, és Mohácson nincsen bábszínház. Hát egy hiányt véltem, hogy gyakorlatilag itt szükség van a legkisebbeknek az oktatására is, és így gyakorlatilag a pajtai épületünkben megtörtént ez a csoda, hogy mese lett az egész rendezvényterem. Vannak helyszínek, ahol a Busó állarcfarkásba lehet beletekinteni, van helyszín, ahol a birkákhoz hátra lehet menni, tehát van egy kis állatsimogató, tehát a gyerekek egyébként imádják, tehát folyamatosan jönnek az óvodák, és kíváncsiak, hogy milyen előadások lesznek. Ugye most már nem csak busós előadásokat tartunk, hanem a dunai halászathoz kapcsolódóan halászati előadásunk is van, illetve nagyon közel van a Nemzeti Park, ezért kitaláltunk egy erdei mesét is. És ugye az állatok, az nagyon fontos, hogy a Mohácsi Busójárásban régen rengeteg állat volt. Így és van. Most mi a helyzet? Most sajnos a legnagyobb probléma az, hogy ez átalakult, személygépkocsival mentek a busók az előző években, és azt mondtuk, hogy most állj, kitiltjuk. Tehát ki lettek tiltva a személygépkocsi, kis traktorok azok meg lettek tartva, viszont van egy probléma, hogy állat nagyon nincs a környéken, illetve hogyha vannak állatok, akkor nem értünk hozzá, nem tudjuk, hogy lehet ezt bevinni egy több száz, több ezer fős tömegbe. Például előadásokat szerveztem oda hozzám a pajtába, ahova meghívtam Kassai Lajost, ugye a legnagyobb nemzetközileg elismert lovasi domág, hogy mondja el, hogy ő hogy csinálja. Most jövő hónapban megyünk hozzá egy busó társasággal, és ott tart nekünk egy bemutatót erről. Másik nagy rendezvény a Kugultáj, ugye ott is lovas felvonulások vannak, ott velük is felvettük a kapcsolatot, hogy hogy lehetne úgymond együttműködni. Nálunk Mohácson ugye a busójárás mellett a másik nagy eseményünk az a Mohácsi csatához kapcsolódik. 26-ban lesz a Mohácsi csata 500 éves évfordulója, ami nemzetközileg egy nagy esemény lesz. Tehát úgymond ez a kis pajtámban történnek ezek a megbeszélések, hogy előkészítünk egy hatalmas nagy rendezvényt. Tehát nekem ez a pajta program nagyon nagy lehetőséget adott. Tehát így látom az embereken, hogy örülnek, hogy valami történik ott a kisvárosunkban. De és ugye a pajta program még abban is adott neked, ha jól tudom, hogy így a hálózaton belül már új barátságokat is kötöttél. Így van, például itt van az egyik mesemondó bagátum Csiki Loránt, aki busójárgáskor lejött a csapatával, és tartott ott az épületünkbe egy mesemondó előadást, illetve mesekocsmát is. És gyakorlatilag nem fért bele a pályázatba, tehát nem pályázatból jöttek, hanem bagáti alapon, hogy na, gyertek le, vendégül látlak titeket, de utána visszavágunk, és akkor vissza kell menni. Tehát nagyon jó kapcsolatok alakultak, és szerintem ebben a hálózatban ez a legjobb. Összehoztok olyan emberekkel, akikkel lehet, hogy az utcán nem találkozok. És bagátságok alakulnak, és egymást tudjuk segíteni, úgymond pénz nélkül is. De amúgy például a Busó állarc faragó szakkörrel te elmennél Panyolára vagy Karancslapújtőre? Egyébként ti voltatok Panyolán, a Panyola gyerekpasaron, csak nem biztos, hogy megismerlek. Én nem voltam, de nem tudom, volt, hogy ti volt. Voltatok. Igen. Én nem tudom, na most ki a busójárgás... volt mindenki. Hát persze. Busójárgásnak egy nagyon nagy problémája van. Mégpedig az, hogy nagyon népszerű. Már túl népszerű. Tehát a Mohácsi busójárás az Mohácson van. De sajnos ugye látják a gyerekek, és mindegyik óvodában, hogy van jelmezverseny, mindenki busónak akar beöltözni. De ennek egy nagyon nagy veszélye van.
az, hogy a saját helyi kultúrája egyre jobban elveszik. Hogy meg kéne őrizni mindenkinek, hát mindenkinek a saját maga búsóját idézőjelben. Tehát mi bemutatózni nagyon szívesen elmegyünk, csak ugye lehet, hogy itt van egy kis probléma, hogy átesik a ló túlsó felére gyakorlatilag, mert ő is busó akar lenni is gyakorlatilag. Én azt mondom, hogy ez legyen a Mohácsi, aki ez a busójágás. Tehát most ez egy nagyon nagy, hatalmas probléma nálunk, hogy ezt hogy tudjuk megőrizni, hogy ez tényleg Mohácsi maradjon. Ez nagyon érdekes, amit mondasz egyébként most, aki következik Szilvágyról, Péntek Katalin, aki Szilvágy polgármestere, és Szilvágynak is van egy ikonikus rendezvénye. A Szilvágyon van Szilva Fesztivál. Mindjárt itt folytatjuk, csak nézzünk meg egy kicsit a filmetekből. A színházat már 2006-ban építettük, hát országos szinten az első között voltunk be a Pajta mozgalomba. A régi pajtáknak a kivonata a lényeges arányait és szerkezetét tartalmazza, és most ezt próbáljuk megtölteni a tartalommal, ami most már szerintem inkább aktuális, mint az, hogy szénát és gabonát tároljanak benne. Ez kulturális jellegű, társadalmi közösségszervező ereje is van már. Mai napon megtekinthették a Pince Múzeumunkat, meg a Pince Galériát. Iparművész vagyok, 80-ban végeztem az Iparművészeti Főiskolán. Zala megye az általában két alapanyagról volt híres, az agyagról, kerámikusságról és a faiparról, fából készült tárgyak készítésével foglalkozó szakemberekről. Én a fával foglalkoztam, szimpatikusabb volt. A fa az egy élő, szerves, meg kell küzdeni vele, tisztelni kell, és a végeredmény szerintem izgalmasabb. És akkor itt folytatnánk élőben Katalinnal. Hogy sikerült a Szilva Fesztivál idén? Hát köszönjük szépen, nagyon jól sikerült, és ez volt a 17. egyidős a Pajta Színházunkkal, de minden évben célunk, hogy valami pluszt is adjunk. Ez évben egy harmadik Baronafalu pinceprésházat sikerült felújítani, és azt is avattuk. Ez a Göcsei népi építészetére jellemző. Szerintem nálunk van a legtöbb egy helyen ilyen pinceprésház, és ezeket szeretnénk megőrizni az utókornak. A tündérkertünk szomszédságában vannak, és aki megnézi a tündérkert szép gyümölcsfáit, az megnézheti a három felújított pincénket. Az egyikben pincemúzeum van, másikban pincegaléria. Ezt, amit most avattunk, az még üres, de hát ennek is már van tervben funkciója. Szoktunk napközi tábort is tartani a hegyen, hogy megismertessük a térség élő és növényvilágával a gyerekeket is, meg hát ugye minden gyereknek névre szóló gyümölcsfája van, őshonos gyümölcsfája. Részt vettek a pince sározásban is, amit nagyon élveztek. De ugye ettől így nagyon a magukénak érzik, és kis szilvágyi közösség jön ott létre minden egyes ilyen alkalommal. Igen, jó közösségünk van, és mindig összekapcsoljuk a tündérkerti programot a Pajta Színházi programmal, hogy ha napközben fönn vagyunk a hegyen, úgynevezett Nagyhegyen, akkor az esti program az már a Pajta Színházban van, az ilyen kulturális program, de hát ott is szervezünk a gyerekeknek is kézműves foglalkozásokat. Múlt vasárnap például az autómentes naphoz csatlakoztunk, és ott volt a gyerekeknek, hát ott is rajzolhattak, aszfaltrajz verseny is volt, meg roller, meg bicikli. Ez a pajta, ez így olyan szilvágyon, hogy ettől úgy jó szilvágyinak lenni, nem? Mert itt ugye az előbb beszélgettünk, és említetted, hogy nagy probléma, hogy szeretnétek, ha nem vándorolnának el a fiatalok, ha szeretnétek, hogyha beköltöznének fiatalok, családosok, hogy újra felélénküljön a falu közösségi élete, ebben segít a pajta? Igen, persze, mert minden korosztály számára szervezünk programokat, mindenkinek a saját igénye szerint, és például sokan mondják, hogy most a következő Szilva Fesztiválra milyen fellépőt hívjunk meg, mert azt szeretné látni, és akkor próbálunk mindenkinek a kedvére tenni.
A következő vendégünk ugyanilyen messziről érkezik, mint Katalina, honnan jött, az Ormánságból, Bozsics Józsi. Bele tudunk nézni a Szaporcai Cifraház filmjébe közben, hogy megmutassuk, hogy mit is varázsolt ő ott az elmúlt 10 évben? Szaporca település a Fekete Vízre épült rá, aminek a medrét elterelték délebre, de tulajdonképpen a falu, ahogy kinéz, ahogy az utcák kanyarognak, az a Fekete Víznek a vonalát követi. A Szaporcai Cifraház tulajdonképpen egy dél-dunántúli porta, ugye a tipikus hosszú ház. Az érdekessége az, hogy itt viszonylag tehetős emberek laktak, így alkalmuk itt arra, hogy egy kicsit átalakítsák a házat, és akkor ugye ez, ahol most ülünk, ez a traktus, ez az utcafronti traktus, ez úgy alakult ki, hogy lebontották itt ezt az első lakószobát, polgárias attitűnddel építettek már egy ilyen nagyobb belmagasságú, kicsit reprezentatív, ami a helyi viszonyokhoz képest persze, picit gazdagabb két szobát, és a homlokzat egy gazdagon díszített, egy, azt szoktam mondani, egy ilyen falusi szecessziós, árdékos. És akkor itt folytatnánk is élőben, mert ugye már a ház nem így néz ki. Mi történt vele azóta? Picit cifrább lett, tehát folyamatosan újítjunk egy picit, elkésődésbe fogjuk, mert összecsúsztak a projektek, a programok a felújítással, de azóta már visszanyerte az eredeti színét. Sokan meg is lepődtek, hogy van benne például lila, és hát megkérdeztük, hogy az ilyen lesz. Hát nem, hogy ilyen lesz, ilyen volt. Ugye a 20-as, 30-as években ilyenre színezték. És ezt nem hitték el a helyiek, hogy ilyen volt? Hát de azért elhiszik. Volt ilyen még a faluban egyébként? Volt, a környéken is volt egy-kettő. Tehát ugye ez 29-ben kapta meg ezt a formáját az épület, és azért egy-két ilyen tehetősebb család csinált ilyet. Ott a környéken van egy-kettő, jó sokat le is bontottak, de még van néhány, amelyik hasonló, csak el van dugva, meg hát ugye, ahogy ez is kinézett, tehát hogy láttátok, itt most ilyen szintelen volt, meg ilyen felújítás közben, tehát nem mindenki fedezi ezt föl, hogy ez milyen lehetett, tehát hogy most már az szürke, meg mohás, lepukkant tulajdonképpen. De ugye ezzel, hogy ti megcsináltátok, így mutattok egy ilyen irányt, meg példát. Nemrég volt egy konferenciátok is az ormánság építészetéről. Igen. Szerinted várható, hogy a környéken ez így elterjed, és egyre több cifra-cifra ház lesz? Hát én nagyon várom. Ez egy nehéz, nagyon nehéz dolog, mert ugye a néprajzosok, vagy akik a népépítészettel foglalkoznak, mindig mondják már a 60-as évek óta, hogy a 24. órában vagyunk itt tényleg. Tehát ugye ezek a házak most már romlanak össze lassan, hogyha nem foglalkozik velük senki, akkor elpusztulnak egyrészt, és ugye ami miatt konzerválódtak, az a szegénység tulajdonképpen. Tehát hogyha valakinek 10-20 évente volt lehetősége hozzányúlni egy házhoz, azt jócskán átalakította, és akkor most megy ez a műanyag ablakosodás. Tehát ez a folyamat is pusztítja ezt az emléket. De mi azért azon vagyunk, hogy ezt felmutassuk, és csábítsunk oda embereket még, akik és mibe fognának bele. Plusz még ugye abban is talán mintát tudunk mutatni, hogy élettel hogy lehet megtölteni egy ilyen házat. Ugye tehát 10 éve kezdtél ebbe a projektbe vele, és most nemrég a Facebook oldalatokon közzétettél egy hozzászólást, amit egy látogatótok írt, ezt én idézném, mert annyira szép. Messzire vetett képzelőerő és bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy nagyjából 200 fős kis faluba belelássa az értékmentés lehetőségét. Hallom már is a kételkedőket, látom a szemöldökemelőket, a visszafordultokban gúnyosan nevetgélőket. 10 évvel a konkrét elhatározás után nem csak itt van pedig, hanem láthatóan él és virul a Szaporcai Cifraház, ami az ormánság tanulásra, a gazdagodásra érdemes üzeneteit kifonomult arányérzékkel adja ajándékba azoknak, akik bizalmat szavaznak neki és ellátogatnak hozzá. De amikor ezt olvasod, azért így megjön az, hogy megérte? Hát igen, ez büszkeséggel tölt el, és hát ugye Esztél, aki ezt írta, egy kedves vendégünk, ő írt, tehát profi, és nagyon szépen összefoglalta, és nagyon jól fejezte ki azt, amit mi csinálunk. És hát az első mondatban volt a képzelet, tehát ugye engem is ez hajt. Tehát nem, de igazából nem az hajt, hogy ilyen visszajelzéseket kapjak, de ezek nagyon jól esnek persze, és nagyon fontosak. De az hajt, hogyha valamit látok, és felfedezek benne valami értéket, azt elképzelem, hogy az milyen lehetne,
és akkor addig nem nyugszom, amíg olyanná nem csinálom tulajdonképpen, hogy én is olyannak lássam, hogy ennek elképzelem, vagy amilyen lehetne, illetve az is, aki mondjuk nem látja, hogy ez például egy ilyen ház milyen lehet, vagy milyen lehetett régen. De és az elmúlt 10 évben volt olyan, amikor azt érezted, hogy ez hülyeség volt, feladom, visszamegyek, nem megy? Hát ilyen nem volt, tehát hogyha kívül helyezkedem magam, akkor sokszor gondolom azt, hogy amikor elfáradok, vagy egy picit... Most ugye a nyári programok után azért meglehetősen kimerültem, tehát azt azért érzem, hogy ha hátrébb lépek, hogy ezt a hülyeséget én nem tudom miért csinálom, de olyan, hogy abba hagyjam, vagy föladjam, olyan még soha nem fordult elő. De reméljük, ez így is marad. Következik egy másik beköltöző, Botyondi Ákos doktor, az Űrmösportáról, Pannonhalmáról. Róluk még nem készült film, de fog készülni hamarosan, és azt is megmutatjuk. Gyere, Ákos, kérlek, foglalj itt helyet köztünk. Ákosról azt kell tudni, hogy ő 7 évig a Pannonhalmi főapátság kertészetét vezette, és közben utána vágott bele az Űrmösportába, ami most is a gyógynövényeiről a leghíresebb. De honnan jön neked ez a gyógynövények iránti szenvedély, Ákos? Adjon Isten mindenkinek minden jót. Mondhatnám, hogy az anyatejjel szívtam, és ez nem túlzás. Tehát nekünk mindig a menzás teja volt az unikum, mert hogy állandóan gyógynövény teákat kaptunk otthon. De ki főzte ezt a családban? Vagy hát édesanyja. És ő honnan, nagymamától? Ez így anyáról, lányára, apáról, fiúra? Nem tudom, nincsen ilyen hagyomány, hogy akkor és akkor ezt visszavezessük. Ezek teljesen természetes dolgok voltak, amit annyira természetes volt, hogy soha nem kérdeztünk rá. Tehát, hogy úgy nem tudtam mást elképzelni, mint hogy ne így legyen. És akik hozzátok jönnek, náluk ez mennyire, hogy látod, mennyire új? Azért most már van egy kultúrája a gyógynövény tea fogyasztásnak például, nem mondjuk egy 10 évvel ezelőtthöz viszonyítva. Hogy látod, hogy változik ez? Hát bár lenne kultúrája. Nincs. Egyáltalán nincs? Nem mondom, biztos, hogy egyáltalán nincsen. Ha már itt a gyümölcsökről van szó, akkor egy ilyen gyümölcsös példával hadd éljek, hogy ha az ember beírja a Google képkeresőjébe azt a szót, hogy gyümölcs, akkor hát meg kell nézni, hogy a mai világ számára mit jelent a gyümölcs, és hát nincsen rajta szóló szőlő, meg a csengő barack és a társai, hanem ananászokat látunk, ilyen felfújt banánokat látunk, és erről nem az emberek tehetnek, hanem egyszerűen innen indulunk, és ezt nekünk kell tudomásul venni, hogy hiába beszélünk mi tájfajtákról, hiába beszélünk gyógynövényekről, egyszerűen az emberek vagy a társadalom jelentős részének fogalma sincsen ezekről, önhibájukon kívül. És az, ami nekünk természetes, az egy nagyon szűk kisebbség. Meglepő módon. És amikor 2018-ban elkezdtétek az Űrmöst, akkor ez volt a fő irány, hogy visszatanítani az embereknek, megmutatni, hogy a gyümölcs az igenis a helyi alma, és az itt termő körte, és a mi barackunk, illetve a tea, az pedig gyógynövényből készül? Egyáltalán nem akartam én az embereknek semmit mutatni. Tehát, hogy nem volt ilyen küldetéstudat, vagy nem tudom micsoda, hanem egyszerűen én ebben érzem jól magam, és azt szerettem volna csinálni, amiben én jól érzem magam, és én dolgoztam állami szférában, dolgoztam az egyháznak, mind a kettőből elég volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy lehet-e már végre a magunk dolgát tenni. És akkor megnéztük, hogy mihez értünk, a feleségemmel, zene, meg hangterápiával foglalkozik én a földdel, és akkor csináltunk egy ilyen kísérletet, tehát semmiféle ilyen küldetés nem volt. Na de hát így elindult ez a kísérlet, aztán így jöttek az emberek. De mégsem mondtad azt, hogy menjenek, mert hogy így jöttek, ez a mi saját ez, kis űrmösportánk, hanem ez így van. Adtok nekik. Mit kap az, aki elmegy az űrmösportára? Én semmit nem akarok nekik átadni, de nagyon szívesen megmutatom bárkinek, hogy mi mit csinálunk. És szerintem ez nagyon fontos, hogy nincs nálam a bölcsekköve, meg én nem tudom megmondani a tutit. Tehát, hogy most ott van a gyógynövénykertünk, itt az első. Csodaszép amúgy. Nem tudom, min tablón. Képen, igen, gyönyörű. Tehát, hogy ezt nem azért csináltam így, hogy akkor ilyet kell csinálni, hanem ez azért ilyen, mert nekünk ez így tetszett, és a Magyar Szent Korona számunkra nagyon sokat jelent, és azt formázza ez a kert. De ha valaki megnézi, hogy milyen gyógynövények vannak benne, akkor ez egy mondjuk 3 kisgyermekes, meg néhány nagygyermekes családnak az igényeit tükrözi, tehát mondjuk a anyatej serkentő édeskömélyre valószínűleg 10 év múlva már nem lesz szükség. Mert? Hát, mert elég. Biztos. Tehát, hogy a...
hogy mi nem akartunk így megmutatni senkinek se. Tehát nem ezért jött létre, és valójában mi ott élünk, mi ebben vagyunk, és azt látjuk, hogy az, ami mondjuk egy akár 30-40 évvel ezelőtt is egy teljesen hétköznapi dolog volt falun, hogy az embernek van kertje, vannak állatai, nem jár el 50 kilométerre dolgozni valamihez, hanem mindenki teszi a maga dolgát. Szóval, hogy ez ma ez egy különleges dolog, és akkor erre kíváncsiak az emberek, és ennek nagyon örülünk. De egyébként, aki odajön hozzátok, látsz olyan változást, hogy odajön egy ilyen nagyvárosi vibrálásból, és egy ilyen nyugodtabb vibrálásban megy el? Tehát, hogy át lehet ezt venni nálatok? Hát, és mi is át tudjuk venni tőlük, tehát... amikor, az nagyon sokatszor érződik, amikor megjön egy csoport, mondjuk városról, de teljesen mindegy, tehát már a vidék is ki van csavarodva. Szóval, hogy megérkezik, és akkor így zsizseg. És akkor eltelik fél óra, eltelik mondjuk egy nap, két nap, amikor jönnek hozzánk egyetemekről gyakornokok, tehát ők is tudnak jönni hozzánk gyógynövényes tanulni, hogy egyszer csak megérkeznek, és akkor úgy az úgy érezhető, na mondom, hála Isten, most akkor már tudunk valamit csinálni. Mert hogy egyszerűen az embereknek így ez a fejébe megy a vonat, és ugye van ez a legenda, vagy anekdota, hogy most így volt, vagy nem, amikor az indián vonatra ült, és akkor megérkezett, és ott ült a pályaudvon, és megvárta, amíg a lelke utoléri. Szóval, hogy ez valóban így van. Valóban így van egy kicsit. És mondjuk a gyümölcsök vonatkozásában, meg saját magam számára is húztam egy ilyen korlátot, hogy azt mondtam, hogy az egynapi járóföld, ami engem érdekel, és az a nagyjából, hogyha valaki volt hosszan úton, lóval vagy gyalog, az tudja, hogy körülbelül 30 kilométer az, amit úgy huzamosabb ideig ugye el lehet vergődni egy nap, sokszor egymás után. Tehát ez az egynapi járóföld volt az, ami a vidéknek a dimenzióját jelentette évezredeken keresztül. És hogy amikor azt mondtam, hogy létrehozzuk azt a hívhatjuk gamebanknak, mert akkor azzal szoktunk pályázatot nyerni, de valójában egy gyümölcsös kert, akkor az ennek a vidéknek legyen a gyűjteménye. Emberléptékűség. Ez a végszó az, ami mentén így hívnám Kocsán Lászlót, aki emberléptékű mértékben egy udvarban, egy 50 férőhelyes udvarban működtet kultúrpajt. Tehát foglalj helyet, szervusz. Én hozok mindjárt még egy széket. Még egy mikrofont is hozok. Szóval László, nézd, adunk egy mikrofont is neked. Köszi, Ákos. Hogyan lehet egy udvarban pajtát működtetni? Hát a kérdés nagyon jó. Én nagyon élvezettel hallgattam itt mindenkit, aki itt elmondta a saját dolgait. Üdvözlök egyébként mindenkit. Én Jászberényből érkeztem, és hogy alakult ki az udvar? Hát nagyon messzire kéne visszanyúlnom ahhoz, hogy ennek a kialakulását el tudjam mondani, röviden talán megpróbálom. Tehát több mint 35 évvel ezelőtt magába szippantott a néptánc, és elkezdtem táncolni a Jászság Népi Együttesbe. Annak idején, még a 90-es évek elején ugye nem hódított akkora teret a videóról történő tanulás, a hagyományőrzők nélkül, ki kellett menni. El kellett menni hozzájuk Moldvába, el kellett menni Gyimesbe, el kellett menni Erdélybe, és el kellett menni mindenhová. És mit adott ez az embernek? Lelket, szívet. Az a fogadtatás, amit ők adtak a saját házukba, akár pajtájukba, akár a csűrjükbe, és ott egy táncház volt, vagy beöltöztek egy fotózásra, egy filmezésre, hatalmas élményt nyújtott. Én akkor még nem tudtam azt, hogy én is ezt fogom csinálni, hogy hiányozni fog az a szív, amit tőlük kaptam, de az, amit tőlük kaptam, benne van, és azt átadjam annak, aki hozzám jön. Ugye Jászberény egy 28 ezeres lakosú kisváros, és ennek a szélén van az én házam, egy Érpart nevezetű városrészen, az Agyva folyó mellett, azért Érpart, mert annak idején kiöntött, lecsapolták, és így lehetett oda építkezni az Érpartra. És hogy hogyan alakult ki? Hát benne voltam, rengeteg táncházba szerveztem, rengeteg dolgot tanítottam, majd észrevettem egy jó 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a táncházak kezdenek önmagukba fulladva összemenni, sorvadni, és rátett egy lapáttal még az a világjárvány, mikor nem lehetett semmit találkozni, nem lehetett senkivel beszélgetni. És ezelőtt jó 5 évvel elkezdtem otthon létrehozni a kicsi házamban, az udvaromban, a házamat teljesen átalakítva, teljesen visszahozva a jászsági kultúrát, és tudni kell rólam, hogy épp most fejeztem be a negyedik néprajzi kötetemet a jászságról, és emellett szeretném ezt a jászsági kultúrát bemutatni, de emellett életben tartani a zenét kis közösségekben, ez az 50 fő, ez pont jó arra, hogy tudjunk beszélgetni.
hogy nem menjünk el egymás mellett, fel tudjunk állni táncolni, hogyha még eljön valaki még egyszer, tudjunk vele beszélgetni, mellette megjelenik a gasztronómia, mellette van egy olyan dolgunk, hogy kiállítást szervezünk, Napszentülettárlat a neve, hisz aznap, mikor van a rendezvény, felállítjuk délelőtt, a nap leszentül, attól függ, milyen évszak van, és akkor véget ér a kiállítás, hisz már nem látják nagyon az emberek a képeket az udvaron. De igyekszünk mindent megtenni, mindent bemutatni, főként a igényes zenei kultúrát szeretnénk, a táncot csatolva, minden egyébben volt már kézműves foglalkozás, énektanítás és minden, ami ehhez kapcsolódik. Hát röviden ennyi a kialakulásról. És hogyan fértek el? Tehát, hogy így mindig elég a hely? Mindenki el tud jönni, aki szeretne? El tud jönni, hisz 50 főt mondtunk, de hogyha 50 főn felül vagyunk, nem utasítom vissza, aki bejön. Úgyhogy ha odakint az udvaron esős idő van, be kell beszorulni. Hála jó égnek még nem volt olyan, hogy esett volna az eső, és be kellett volna ennyi embernek szorulni bentre a házba, de ott is ki van minden alakítva. Egy jász belső van kialakítva, egy jász szoba, egy gyönyörű szépen átalakítottam. Viszont annak idején nálam, azt még hadd mondjam el, ugye jártam sokat kintre, a korondi tányérok, hogy milyen szépek. Megvettem őket, feltettem, jaj, de jó. És mikor belekóstoltam a saját régióm hagyományaiba, mindet levettem, elajándékoztam, ide-oda adtam, és átalakítottam a belsőt egy teljesen játsz belsővé, hisz ez a miénk. Készítettem egy kettős osztató kaput a udvarom elé, és amikor fönt vagyok rajta, és szépen rakom föl a dolgokat rá, jönnek az emberek az utcára, és jaj, de szép székelykaput csinálsz. Mondom, székelykaput csináljanak a székelyek. Hát miért? Hát ez egy jász kettős osztatú. Semmi akkor... bajom a székelyekkel, senkivel, csak minden település a saját kultúráját vigye, és azt adja tovább. Ugye ez az, amit a Gábor is mondott, hogy Mohácson legyen busóéres, de máshol meg mindenki találja meg a saját hagyományát. De ennyire nem tudják a jászságban a sajátot? Tehát ezzel, hogy te építesz egy ilyen kettős osztatút, tulajdonképpen visszatanítasz, ha akarod, ha nem. Ez veti föl itt az építészetet, amiről már volt szó, hisz én is a majd, ha megjelenik a film, meglátják, meglátjátok, hogy saját kezemmel fűrészelek mindent, meg rakom össze szépen ezt a kicsi házat, úgy, mint egy régi jászsági ház össze volt rakva, de magában az építkezési kultúrában vannak hiányosságok, hisz a jászság, mint tánc is maga, az 95-ben kezdtem el visszahozni a táncot az akadémiáról történt gyűjtések alapján. Tehát maga, ez egy fehér foltnak számított maga a jászság táncszületén is. Hiszen van, ott van a Jász Múzeum, el lehet jönni, de miről híres az is legjobban? Tudjuk, a Lehel Kürtről. Tehát, hogyha bejön valaki, megnézi a Lehel Kürtjét, az időszakos kiállításokat, de mellette az, hogy akkor bemutassuk élőben, ne csak egy múzeumi keretek között, hogy bejövök, megnézem, hogy de szép fotó, így volt, hanem ott éljek abba, ami ténylegesen régen volt, ugyanabban a közösségben legyek, és ugyanúgy azokkal az emberekkel, akik hisznek ebben, és hisznek ennek a jövőjében, meg a múltjában, hisz abból fakad, le tudjanak ülni, tudjanak egymással beszélni, gondolatokat megosztani, együtt énekelni, együtt szórakozni. Most megint mondtál nekem egy végszót, muszáj szólítanom Csiki Lórántot, és róluk van film, a Csiki család kézműves pajtájából, ők Vanyarcon abban a valóságban élnek, amit szeretnének megmutatni és átadni. Nézzünk bele a filmbe. Vanyarc az Urál megyében egy nagyon szép kis szlovák falu. Nagyon szépen tartják a hagyományaikat. Nagyon jó hely, nagyon jó közössége, nagyon jó programokkal. Nagyon szeretünk itt élni, dolgozni ezzel a településen. Közel 10 éve már, hogy nejem megtalálta ezt a szép kis parasztházat itt Vanyarcon, Kossuth út 50 szám alatt, és így beleszerettünk. A pajtát is, mikor megépítettük, úgy próbáltuk, hogy belesimuljon az eredeti formába, nem akartunk egy kirívót, hanem megmaradjon az eredeti formája a kertnek, az udvarnak, az egész építménynek. És akkor itt folytatnánk élőben. Lórend, itt az előbb beszélgettünk, és kérdeztem, hogy hogy tudod elérni, hogy egy gyerek letegye a mobiltelefont, és rád figyeljen. Ki tudsz mesélni mindenkinek a kezéből a mobiltelefont? Megpróbáljuk. Hát én úgy gondolom, hogy felnőttként az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy ezek a mai fiatalok, ezeket a mai fiatalokat mi neveljük. Ugye miénk a felelősség, ahogy elhangzott Panyolánál, hogy telé lehet rakni a tarisznát gumicukorral a gyermeknek,
az pillanatnyilag jó, de hosszú távon nem. A gyerek nem tudja, hogy mire van szüksége, a mi felelősségünk, hogy mit teszünk. Megtanítjuk táncolni, énekelni a saját hagyományára, sok mindenre, és ez ahogy lehet látni, disznóba beülünk mesélni a gyerekek, és ott van be egy sparhát, és fél délután ott főznek a gyermekek a disznóba, és babásznak, és teszik a dolgokat, vagy ronybabával dobálják az üres kutyakonzerves dobozokat, vagy patkóval célba dobnak, úgyhogy egy kicsit csak meg kell mutatni, hogy van más élet is, és ritkán látom, hogy telefonoznak. Ha meg telefonoznak, akkor azért szigorúan rászólok, hogy ezt otthon is lehet, de ez a csoda csak itt van most nektek. De te is érzed azt, amit Ákos mondott, hogy lehet érezni ezt az ideges vibrálást, amikor megérkeznek. A gyerekeken különösen átjön, vagy kijön egy ilyen. És aztán, amikor nálad mondjuk babáznak, meg játszanak, és elmennek, akkor mások a gyerekek? Ez szerintem nem mérhető, de biztos vagyok benne, hogy nyomot hagyok a gyerekekbe. Az, hogy én most itt vagyok, Borsodban, egy kis bányászfaluban, gyerekkoromban volt egy könyvtáros, aki néprajzot tanított, szőni tanított, sok minden dolgot csinált, és én így indultam el ide, egy kis bányászfaluból. Úgy gondolom, hogy én is egy mesével, egy jó történettel, egy jó koncerttel, egy jó bábelőadással nyomot hagyok benne. Nem fogom látni, de lehet, hogy egyszer visszaköszön 30 év múlva. És ugye mondta a Gábor, hogy jártatok Mohácson, és ők mikor mennek hozzátok? Azt még nem tudjuk. A biztonságőrünket lehetett ott látni a sarokban, a Busó Bendegúzt, az ő. De ez pont mikor nem voltunk. Volt egy nagyon jó előadás, ott voltak csúnya, a sokac nacionalisták. És igen, ők elmondták, hogy ez miről szól. Én levittem ezt a felszerelésemet, amit nagyon menőnek gondoltam. És Gábor mondta, hogy vedd föl. Nem. Ezt én nem vehettem föl. Mentem a pikés mellényembe, de nem vettem föl, mert akkor jöttem rá, hogy mindenkinek megvan a saját hagyománya, de nekünk így van egy jó biztonsági őrük. Az a helyzet, hogy ezt a beszélgetést úgy találtuk ki, hogy miután mindannyian elmondjátok, és bemutatjátok egy kicsit a saját pajtátokat, utána majd együtt egy nagyon jót fogunk beszélgetni. De ez egy 50 perces beszélgetés, és pont most van vége az 50 percnek. Úgyhogy azt javaslom, hogy a végén csináljunk már egy gyors kört. Az idei év után, így visszagondolva az idei évre, egy kicsit nézzünk előre, és mondja el mindenki röviden, hogy mi az az álomprogram, amit jövőre megcsinálna. Jó, és utána meg majd lehet beszélgetni itt a konferencia két napján, a büfében, az udvaron és mindenhol. Adhatom, László, a mikrofont? Igen. Én sajnos nagyon tényszerű leszek. Nekem az álomprogram az lenne, ha ez megmaradna ugyanígy, mint eddig, és nem csökkenne semmi támogatás, mert az egy álom lenne, hogy ezt tudjuk tovább folytatni. Én meg azt érzem, hogy csupa olyan dologgal foglalkozunk, ami nem, vagy legalábbis nem annyira menő így a mai világban, és én meg szeretnék vagy olyan embereknek helyet adni, akik tudom, hogy nagyon értékes, amivel foglalkoznak, és egy olyan értékmentő munkát végeznek, amiben egyedülálló az ő tudásuk, és én nagyon bízom benne, hogy a magunk térségéből ezeknek az embereknek helyet fogok tudni adni ott nálunk. Hát nekem az egy álmom, hogy legyenek még követőink itt az Ormánságban, akár helyből, akár oda költözők, akik az Ormánság épített örökségén bármilyen tevékenységet létrehoznak. Nyilván most ugye elsősorban kulturális tevékenységekről beszélgetünk, és Cecíliával beszélgetünk itt a program előtt, hogy szeretnénk folytatni a programjainkat, és úgy néz ki, hogy erre van is lehetőség. Tehát mindenképpen szeretnénk a cifraházat, és majd a még felújítandó házakat megtölteni élettel, kulturális programokkal. Szeretnénk folytatni hagyományápoló értékteremtő programjainkat. Ugyanúgy a tündérkertben minden születendő gyermeknek ültetünk egy-egy gyümölcsfát. Eddig már kétszer bővítettük a tündérkertet, de megint bővítésre szorul. 141. a Petőfi körtefáját ültettük el az idén, és most ősszel is kell még gyerekeknek, akik születtek tavaly és az idén, ültetni gyümölcsfákat. A Pajta Színházi programunkat pedig a Déli Nép programhoz szeretnénk csatlakozni, és hát azzal bővíteni a rendszeres éves programjainkat. És hát továbbra is számítunk, hogy lesz pályázati lehetőség. Hát nálunk iparüzési adó nincs, mivel nincs iparos, és ezért minden pályázati
támogatásra rá vagyunk szorulva, minden pályázatnál indulunk, próbálkozunk, és bízunk a sikerekben. Mohácson ugye a busó közösséget szeretném továbbiakban is egyre jobban erősíteni, visszahozni az állatokat, a hagyományt ezzel támogatni, illetve ugye felkészülni a nagy eseményre, a Mohács 500. éves évfordulójára. Hát mi is szeretnénk a programjainkat tovább folytatni. Nagyon reméljük, hogy lesz pályázati lehetőség, mert anélkül mi sem tudunk tovább lépni sajnos, vagy csak nagyon, nagyon szerényen. Nagyon szeretnénk még több gyümölcsfát Nógrád megyébe is környékére eljuttatni Kovács Gyulától, és talán ennyi. Egy személyes, hogy remélem idén télen is megérkezem Panyolájra a saját gyerekeimmel, és látunk havat, mert ez egy nagyon-nagyon nagy pillanat volt nekünk ebben az évben. És én megálmodtam a Panyolai Pajtába egy gyerekfesztivált, ami többnapos, és nem csak ráaggatja, hogy gyerekfesztivál, hanem egy valóban gyerekfesztivál, ahol az ország legigényesebb gyerek muzsikusai, színházasai, kézművesei, természetesen ugyanúgy folytatva, hogy a környékről is, és egy többnapos gyerekfesztivál, ami a gyerekekről szól, és a felnőttek is tudnak ott egy pár napig gyereknek lenni újra. Számukra az egyik nagy álom a Pajtán külső borítása, most elég szeretve lett pogyva, azt lehetett látni a filmben, egy borítást valahogy pályázni rá, ettől kora tavasztól késő őszig ki tudnánk húzni a programot, tovább ilyen programokat szeretnék, és amit nagyon szeretnék, a pajtások a kézen fogva vinni ezt az egészet tovább, mert annyi dolog van bennük, amit ha átadunk egymásnak, már attól tudunk tündökölni. Hát nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és további jó beszélgetéseket itt a konferencia következő két napján. Nagyon érdekes beszélgetés jön. Tízet? Kilencet? Igen? Adok egy mikrofont, mert én nem hallom. Én pontosan tudom, hogy milyen katasztrófa, hogy már túlcsúsztunk az időn, és még valaki hozzá akar szólni. Viszont amit itt hallottam, meg láttam, hogy az nekem borzasztóan igazolta mindazt a 17 évet, amit én az Ördöghatlanban, Dél-Baranyában megéltem. Tehát aminek a summája tulajdonképpen az, hogy a helyiek nélkül lehetetlenség. Tehát én az életem első felét vidéken éltem, második felét Budapesten, tehát pesti gyerek vagyok, jön a pesti. Mondok három település, de nem nevezem meg. Mind a három ördögkatlanos most is vagy volt. Az egyik, ahol találtunk egy nagyszerű, gyönyörű udvart, házat, de lepusztulóban. Ott polgármesterváltás volt, egyszerűen nem tudtam meggyőzni, hogy ezt az épületet kéne, most mindegy, hogy pajtaszót használtam, vagy hogyan, helyrehozni egy gyönyörű udvarház, csak lepusztulóban. Elköszöntünk a falutól, miközben ő arról győzködött, hogy nekünk is van focipályánk, és itt is tudtok rock koncerteket, amit én szeretek szervezni. No, de annak a falu településnek ez volt az igazi értéke, és az most már végképp lepusztult, 4 éve nincsenek velünk. Egy másik település, ahol vagyunk, ahol nem ellenzik, hogy én ezt erőltetem, de még mindig nem találtam meg azt a helyi őrültet, akivel ezt lehet, mert én Pestről ezt nem fogom tudni. Egy harmadik település, ahol van egy helyi őrült, akivel már akkor én együtt tudok működni. A következő lehetőség az lenne, hogy oda települök, de én nem akarok már túl késő, 73-ba vagyok, így maradok. De a leglényeg, és erre volt ez bizonyíték, és ezen nekem nincs helyem, itt megyek is innen odébb. Olyan nincs, hogy nincs helyed, itt a helyed. A lakók nélkül lehetetlenség, vagy értelmetlenség. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, és sok sikert neked. És a Narancsliget Pajta egyébként zseniális, és igenis működik Budapestről is. Köszönjük szépen. A Kárpát-medencei Tündérkert és Kultúrpajta Hálózat első szekciója ezzel most itt véget ért. Mindenkinek köszönöm, aki eljött. Köszönöm szépen.